Február 24-én rendezte meg a Debreceni Egyetem műszaki kara az állásbőrzét, amire mi is ellátogattunk. Az állásbőrzét kifejezetten a mérnökképző hallgatók miatt, vagy a mérnökképzésben résztvevő hallgatókat keresik, itt az itt kiállított cégek. Jelenleg ugye 23 kiállítónk van, és 250 munkahelyet ajánl a hallgatóinknak, ami, ha azt nézem, hogy mondjuk egy fél évben 250 hallgatónk végez, akkor ez az arány, ez nem olyan rossz. Ezeknél nem csak az alapszakokon és a mesterszakokon végzetteket keresik, hanem azt láttuk a cégek állásajánlataiból, hogy pontosan azzal a másoddiplomás tudással rendelkezőket is keresi, amilyen szakok nekünk vannak. Nagy örömhír számomra, hogy a cégek jelezték, hogy azok a leendő hallgatók, akik ugye most február 15-éig kellett beadni a jelentkezésüket, nagyon sokan bejelentkeztek a cégeknél, hogy szeretnének duális képzésemen részt venni. Ezek a cégek közül nyilván olyan partnereink is vannak, akik majd még leendő partnerünk, de most itt ezen a kiállításon jelentek meg olyan szervezetek is, akik kifejezetten munkaerő közvetítéssel is foglalkoznak, illetve az álláskeresőket segítik. A mai világban kevesen olvasnak az emberek, tehát egyre fel van gyorsulva picit a világ, és nem mondom azt, hogy mindig kötelező motivációs levelet írni, de hogyha az embernek van olyan szakmai tapasztalata, hogy a motivációs levélbe azt ki tudja domborítani, de az önéletrajzba, ha beleírná, akkor már túlságosan hosszú lenne, akkor érdemes egy motivációs levelet írni. Az ugye konkrétan az állásra vonatkozik, ott látszik az, hogy ő milyen tevékenységeket végzett, tehát miért jelentkezik az állásra. Igazából picit arra motiválja az önéletrajz meg a motivációs levél olvasóját, hogy igen, ő az az adott személy, aki ugye megfelelően el tudná látni ezeket a feladatokat. Olyan szakmai tevékenységeket lehet leírni, amit egy önéletrajzba ilyen részletességgel nem. Mit tanácsolnál a fiataloknak, hogyan kezdjenek hozzá a munkakeresés első lépéseihez? Hát mindenféleképpen először azt tanácsolnám számukra, hogy nézzenek körbe maguknál, hogy mi az, ami érdekli őket, mi az, amiben tanulnak, mi az, amit tudnak, majd ezután keressenek egy olyan területet, hogy mobilitástól függően hova szeretnének elhelyezkedni. Ha ezt megtalálták, utána nézzék meg, hogy milyen cégek, akik ebben a szegmensben, amiben gondolkodnak, tudnak állást ajánlani, miután kiválasztották a megfelelő pozíciót számukra, kezdjenek el kutakodni a cégről, kezdjenek el kutakodni maga az állásról, mit is kell pontosan ott továbbfejleszteni. Ha ezekkel megvannak, utána jött az önéletrajz motivációs levél, melyet javaslok minden egyes pozícióra specifikusan beadni. Azért vagyok itt, hogy most megnézem, hogy milyen helyek vannak, most nyáron fog szakmai gyakorlatot teljesíteni, és ezáltal remélem a szakdolgozat témám is meg lesz.